Tisztelettel köszöntöm Önöket mai rendes képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Köszöntöm Bona Tamás alpolgármester urat, dr. Boros István címzetes főjegyző urat. Köszöntöm meghívott vendégeinket, Firkóni Ládi Helena könyvtáros asszonyt, illetve Berec Róbert ügyvezetőt, valamint Móricz Névinnai Beatrix vezető főtanácsos asszonyt. A mai testületi ülésünkön következő napirendi pontokat kellene tárgyalni. Első napirendi pont, művelődési ház és könyvszár 2016. évi munkatervének ismertetése, javaslat Sajó-Szöget község 2016. évi rendezvénytervére, a napirendi pont előterjesztője Firkóni Rádi Helén, a könyvtáros, illetve én leszek. Második napirendi pontként javaslat a községüzemeltetési Kft. 2016. évi üzleti tervére, a napirendi pont előterjesztője én, illetve az ügyvezető úr lesz. Harmadik napirendi pontként javaslat a képviselőtestület első fél évi munkatervére, a napirendi pont előterjesztője ismét én leszek. Negyedik napirendi pontként javaslat az önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének első fordulóban történő megtárgyalására, az előterjesztője napirendi pontnak szintén én leszek. Ötödik napirendi pontként beszámoló a polgármesteri hivatal 2015. évi munkájáról, a napirendi pont előterjesztője dr. Boros István címzetes főjegyző úr lesz. Hatodik napirendi pontként javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására, a napirendi pont előterjesztője szintén címzetes főjegyző úr lesz. Hetedik napirendi pontként javaslat a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a napirendi pont előterjesztője ismét címzetes főjegyző úr lesz. 8. napirendi pontként javaslat a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére, a napirendi pont előterjesztője én leszek. 9. napirendi pontként javaslat a Takta Közhernárd bölgy fejlesztéséért non-profit Kft. Által ajánlott keretszerződés megtárgyalására, az ideiglenes bizottság véleményének ismertetése, a napirendi pont előterjesztője Bona Tamás alpolgármester úr, az ideiglenes bizottság elnöke lesz, és 10. napirendi pontként indítványok, javaslatok képviselője előterjesztések. Amennyiben a képviselőtestület az általam előterjesztett napirendi pontokat elfogadja, kérném készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú a szavazás eredménye. Első napirendi pontként a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének ismertetése, javaslat Sajó-Szöget község 2016. évi rendezvénytervére, a napirendi pont előterjesztő a Firkóni Ládi Helén, a könyvtáros, illetve én vagyok. Előjáróban én annyit mondanék, hogy az előző évekhez hasonlóan láthatjuk, hogy szépen kidolgozott, illetve még azt hiszem, hogy még alaposabban kidolgozott munkát kaptunk, mint korábban. A rendezvény terv az a korábbi évek szerkezetére épül, bár próbáltunk a rendezvény elemeken belül újításokat véghez vinni, ezt már ugye a rendezvényeken fogjuk tapasztalni. Amennyiben kérdés vagy észrevétel van, nyilvánvalóan itt a munkatervben lévő időpontok változhatnak, hiszen ezek minden évben változnak valamelyest, de amennyiben kérdés és észrevétel van, azt a könyvtáros asszonyhoz legyenek szívesek címezni. És megkérdezem könyvtáros asszonyt, hogy egy szóban egy kiegészítést, illetve egy összefoglalót tudnál nekünk prezentálni. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet, polgármester urat, illetve a címzetes főjegyző urat. Kérem, engedjék meg, hogy pár szóban bemutatkozzam. A nevem Firkóni Ládi Helén, és immáron Kitivel lakunk a férjemmel Sajó-Szegeden. Évekig vezettem könyvesboltot, és munkám során mindig is arra törekedtem, hogy képezzem magam. Legutóbb a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolán karán szereztem egy diplomát.
2015. októberében volt szerencsém dolgozni egy hónapot itt a könyvtárban, amit nagyon-nagyon megszerettem, nagyon tetszett ez a munka. Így adott volt, hogy beadom a pályázatomat, és nagyon köszönöm a bizalmat, amit megszavaztak nekem, és igyekszem munkámat mindenki megelégedésére végezni. A kiküldött anyagban azt hiszem elég részletesen leírtam a terveimet, illetve az észrevételeimet, ami a könyvtárat, illetve a művelődési házat illeti. Igazából túl sok hozzáfűzni való nincs. Talán az, hogy a sajószegedi emberek rendkívül aranyosak, nekem az a tapasztalatom az elmúlt időben. Rengeteg ötletük van, és nagyon vágynak arra, hogy ezek az ötletek megvalósításra kerüljenek. Én ezt nagyon szeretném felkarolni, és úgy érzem, hogy a tervben talán benne is van már egy-két olyan változás, ami idáig nem volt. Gondolok itt például egy fényképkiállításra, vagy kézműves szakkör keresett meg, hogy kiállítást szeretnének, mind-mind ezeket az ötleteket szeretném megvalósítani, polgármester úr abszolút partneremben, és úgy érzem, hogy ez jut az annak is, hogy egy kicsit színesítsük az eddigi program tervezeteket. Január hónapban már túl vagyunk két nagyon sikeres rendezvényen. Volt egy teljes teltháza színházi előadásunk, akik ott voltak, és visszajelzéseket kaptam, mindenki azt mondta, hogy nagyon jól érezték magukat. Illetve volt egy nagyon jó hangulatban telt pótszilveszterünk is a szépkorúaknak. A további hónapokat illetően a programtervezetben részletesen benne vannak, és bárkinek bármi kérdése van ezzel kapcsolatban, szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen az összefoglalót, illetve a bemutatkozást is, és azt hiszem, hogy a képviselőtestület nevében is kívánok önnek sikeres munkát. Mert azt látjuk, hogy első körben vannak új ötletei, amit ugye mi napi szinten megbeszélünk egymással, de erről a képviselőtestületnek is tudomása kell, hogy legyen, hiszen ők is segíthetik a munkát. Amennyiben nincsen kérdés, úgy látom nincs. Tessék a polgármester. Kérdésem nincsen, csak pár szóban szeretnék reagálni a összeállított anyagra. Ami nekem nagyon tetszett benne, hogy a földön járó anyagot kaptunk. Tehát találkoztunk már olyan elképzelésekkel a régebbi időkben, nem csak a műfajzási ház kapcsán, amikor óriási nagyokat álmodott valaki, és olyan dolgokat kért tőlünk, ami megvalósíthatatlan. Itt úgy gondolom, hogy teljesen a hétköznapi élethez kapcsolódó apró kis dolgokat kér a könyvtárvezető asszony. Ugye mit szoktunk mondani, hogy a ördög mindig a részletekben rejlik, részlet az, hogy legyen a gyereknek egy kicsi asztal, meg egy kicsi szék. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a kérések, nem nagy kérések, mind teljesíthetőek. Részünkről különösebb erőfeszítést, anyagi erőfeszítést nem fog igényelni, és hogyha ez kell a jó végzett munkához, vagy legalábbis a jó végzett munkának az elindításához, szerintem különösebb problémát ez nem fog jelenteni, és reméljük, hogy így közös érdekünket mindegyik jól fogja szolgálni, és hosszú és gyümölcsöző kapcsolat lesz a könyvtár és a művelődéséhez kapcsán. Remélem, és köszönöm szépen. Egyéb kérdés észrevétel van az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, és a művelődési ház és könyvtár 2016. évi munkatervét, illetve a javaslatot a 2016. évi községi rendezvény tervre ebben a formában elfogadjuk, ennek készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú szavazás eredménye. Második napi rendi pontként következik javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2016. évi üzleti tervére. Az előterjesztő én, illetve Beresz Róbert ügyvezetője leszünk. Én előjáróban szeretnék csak annyit elmondani, hogy a ügyvezető úr előző évi tevékenységéhez hasonlóan szépen összefoglalt anyagot kaptunk, mind az eddig elvégzett tevékenységről, és mind azokról a dolgokról, amit szeretne majd fejleszteni. És én azt hiszem, hogy itt is olyan anyagot kaptunk, amit megfelelő léptékben meg tudunk valósítani a következő év során. De én át is adnám ügyvezető úrnak a szót, foglalja ő össze a üzleti tervet. És köszöntöm a képviselőtestületen résztvevő kollégákat. Röviden ismertek a 2016-os évi üzleti
terv fő pontja egy tartalmát. A Kft. Elsődleges feladata a település és annak intézményei, területe létesítményeinek az üzemeltetése. Emellett külső vállalkozási tevékenységet is végezhet, de nem ez az elsődleges cél, ez egy szolid nyereség elérésére irányoz csak. 2015-ös évben pályázatos külső megrendelésünk nem volt, tehát ilyen külső nagyobb bevételt a létrehozó munkánk nem volt. 2016-os évre jelenleg még nincs úgy kilátásban biztosan ilyen nagyobb bevételt hozó külső munkánk. Az alapfeladatunk ugye a település területei, intézményei, parkjai létesítményeinek a fenntartása. Ez a korábbi évhez képest minimálisban változott a piac területével. Ott ugye eddig zöld terület volt, most térköves, tehát a piac létesítménye lett ebből a térkő, parkoló épület, építmények piacon. A Kft. A korábbi évekhez hasonló létszámban tud működni az elkövetkezendő évben is, ami 6 főt jelent, az ügyvezető plusz 5 fő dolgozó, az 5 fő szakmunkásból, szakemberből egy a kőműves szakterület, ami nincs folyamatosan ellátva, ez alkalomszerűen, ahogy munka adódik, arra a munkára időszakosan alkalmazunk, vagy alkalmazásban, vagy külső vállalkozót az ilyen jellegű munkák elvégzésére. Ebben az évben is tervezünk fejlesztéseket, nagyobb karbantartásokat, ami elsősorban a Kft. Eszközei és a telephely állapotát érintik. Nagyon fontos a GCB munkagép és a multikár kis teherautó motorfelújítása, váltófelújítása. Ezt saját költségből a működési támogatásból meg fogjuk oldani ebben az évben, valamint az irodaépület használatba vételi engedélye, már ilyen közel még sose voltunk hozzá, hogy rendezett legyen. Akkor a Kft.-nek fűnyíró traktorra cserére lesz szüksége, a meglévő 2 fűnyíró traktorból az egyik az teljesen tönkrement, a másik sok karbantartást igényel. Ezt terveztem legfontosabb fejlesztésnek erre az évre. Erre saját erőből, működési támogatásból nem jut, úgyhogy erre terveztem plusz összeget. Akkor a telephelyünk továbbra is burkolatlan, földes, tehát sáros területünk van a telephelyen. Ennek szilárd burkolattal történő ellátása lenne fontos, a telephely betonozását terveztem be még plusz támogatási összegben. Továbbá fontos még a régi épületrész felújítás, ez 2013-ban történt szakértői vizsgálat alapján indokolt a régi épületet biztonságossá, jobban használhatóvá tenni. Fontos lenne Citroen, kis teherautónk cseréje, sok karbantartást, költséges karbantartást igényel, valamint még terveztem, korábban volt a telephelyen betonkeverőüzem, ami működött, jelenleg is sok érdeklődő van, aki szívesen vásárolna itt kézbetont, de nem tudjuk őket kiszolgálni, mert ugye nincs betonkeverünk. Érdemes lenne, célszerű lenne egy komoly betonkeverő gépet beszerezni, amivel ki tudnánk szolgálni ezt a fizetőképes keresletet, akik így is keresnek minket, hogy már évek óta nincs itt betonkeverés. Erre konkrét összegeket nem terveztem, mivel nem is tudtam még. Héten már kaptam egy ajánlatot, de erről
még konkrét dolgokat nem tudok mondani. Akkor a 2016-os év tervezett bevételei, a működési támogatás összege 24 millió 500 ezer forintra terveztem, ez a tavalyi évhez képest a megszavazott munkabér emelés és járulékainak összegével növelt összeg. Akkor fejlesztési támogatás, ami a fűnyíró traktor és a telephely lebetonozása, burkolása lenne, 5 millió 900 ezer forinttal terveztem, valamint vállalkozási tevékenység bevételei közt, mivel külső nagyobb munkánk nincs tervben, kilátásban, ezért a helyi közötök üzemeltetése, karbantartása a korábbi évekhez hasonlóan 600 ezer forinttal terveztem. Ez összesen 31 millió forint bevételt jelent. Akkor a működési támogatás, a működés kiadásai a tavalyi évhez nagyon hasonló, a munkabérben és járulékaiban van eltérés. A fejlesztésre a fűnyíró traktor és betonozásra 5 millió 900 ezer forintot, tehát ez annyi a bevétel, annyi a kiadás is terv szerint, valamint helyi közutak üzemeltetése, karbantartására 600 ezer forint bevételből 540 ezer forint kiadást terveztem. Összes kiadásunk 30 millió 914 ezer 205 forint, amik alapján tervezett pénzügyi eredményünk 2016-ban 85.795 forintra alakulna én neki. Köszönöm, ennyit szerettem. Köszönöm szépen a alapos tájékoztatót. Kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mert amennyiben nincs. Köszönjük a polgármester úr. Ez a betonkeverő ugye már annak idején Regnárhez. Mondtad is, Robi, hogy már van ajánlat, engem nem a pénz érdekel, hanem a teljesítmény. Tehát olyan teljesítményű betonkeverő lenne, ami esetleg az udvarnak a lebetonozását is el tudná látni? Mindenképp olyan, tehát nem ilyen házi berendezésre gondolok, hanem nagyobb teljesítményű, amivel lehet, tehát nagyobb megrendelést is ki lehet szolgálni, akkor gépesítve lenne már a beton elkészítés is, nem kétszer kéne meghordani sóderrel, tehát egy úgymond ipari berendezés. Mindenképp alkalmas lenne a telephely lebetonozására is. Hát egy nagyobb mennyiségű beton tudna egyszerre is megkeverni, hatékonyabban lehetne nagyobb mennyiséget is keverni, ami eladásnál fontos, hogy tehát egy teherautót 3-4-5 köbmétert is akár, vagy mixert ki lehessen szolgálni vele. Tehát egy komolyabb keverőre. Vagy az 1 millió forintból betervezve a lebetonozásra. Ez a betonozásra az a hagyományos módszerrel történő. Betonozásra van tervezve. Igen, köszönöm szépen. Kérdés észrevétel van a végén. Tessék, képviselő úr. Hát én is azt szeretném mondani, ugye, hogy egy 10-15 év előtt már eredményesen működött ez a betonkeverő kis közömsövő összegeden, és ha most végigmegyünk a falu utcánkkal, láthatjuk többen, és a megkezdett építkezéseket vagy felújításokat, magam is úgy gondolom, hogy ennek van perspektíva egy ilyen kis üzem létesítésének, egy középkategóriai kis teherútot, hogy meg tudjunk el billenteni, akkor biztos, hogy Sajószeged és a Szegeddel határos települések lakóinak megfelelő nyilvánosság biztosításával ez kapóra fog jönni, tehát én magam részéről ezt az elképzelést támogatom mindenképpen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Pénzügyi és ügyrendi bizottság is tárgyalta a Kft. Üzleti tervét. Kérném az elnök asszonyt, foglalja össze a bizottság álláspontját.
Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a Sajtószöget TV nézőit, képviselőtársaimat, meghívott vendégeket, polgármester urat és szünetes főjegyző urat. A pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta a községüzemeltetési Kft. 2016 évi üzleti tervét. A bizottság részletesnek, kidolgozottnak találta az ügyvezető igazgató által elkészített üzleti tervet, és elfogadásra javasolta az alábbi sorokszámokkal a képviselőtestületnek. A tervezett bevételek 2016-ban 31 millió forint, a tervezett kiadások 2016-ban 30.914.205 forint, és egy tervezett pénzügyi eredmény pedig 85.795 forinttal. Számítástechnika. Ezekkel a sarokszámokkal javasolja a pénzügyi és ügyrendi bizottság elfogadni a képviselőtestület felé. Ezzel javasolja. Én, mint önkormányzati képviselő, szeretném tolmácsolni azt, hogy azon a területen, ahol lakunk, nagyon meg vannak elégedve a községüzemeltetés által végzett munkákkal, és én gratulálni szeretnék az ügyvezetőnek, és sok sikert a további munkájához. Köszönöm szépen, örülök. Köszönöm. Köszönjük, amennyiben nincs több kérdés és észrevétel, és a Kft. 2016. év üzleti tervét az ügyvezető által előterjesztett formában is a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökasszonyának tett kiegészítéseivel együtt elfogadjuk, kérem készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen, egy hangul a szavazás eredménye, és akkor most egy technikai szünet következik. Harmadik napi rendi pontként következik javaslat a képviselőtestület 2016. év első fél év munkatervére. Ugye nem ilyen nagy időtávlatban kell gondolkozni, tehát amit láthatunk az írásos anyagban, hogy 2016. február 25-én lesz a tervek szerint a következő testületi ülésünk, majd 2016. március 11-én egy ünnepi testületi ülésünk délelőtt 10 órakor, azt követően március 24-én csütörtökön szokásos időpontban délután 15 órakor, illetve áprilisi testületi ülés nem tervezünk, majd 2016. május 26-án lenne a következő testületi ülésünk szintén a szokásos időpontban, ugye előterjesztés szerint ezek az időpontok változhatnak, illetve hogyha olyan élethelyzet van, akkor rendkívül képviselő testületi ülést az nagyon gyorsan össze lehet bármely témában hívni. Kérdés észrevétel van-e a napi rendi ponttal kapcsolatban? Akkor amennyiben nincs is az önkormányzat képviselő testületének 2016 első fél év munkatervét az előterjesztett formában elfogadjuk. Kérném készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, hogy hangul a szavazás eredménye. Negyedik napi rendi pontként következik. Javaslat az önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének első fordulóban történő megtárgyalására. A hangsúly azonban, hogy első fordulóban tárgyaljuk a pénzügyi tervet. Itt is az írásos anyag, amelyet megkapott a képviselő testület. Azt hiszem, hogy maximálisan kidolgozott és precíz. Ennek megfelelően a kiadások összesítője nyomán. Ugye a kiadások összetevődnek önkormányzati igazgatási kiadásokból, házi segítségnyújtásból, szociális étkeztetésből, gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben, ugye a házi orvosi szolgálat, védőnői szolgálat kiadásai, községgazdálkodás kiadásai, közfoglalkoztatás, az ellátottak pénzbeli juttatásai, közvilágítás, weblap helyi újság és tévéüzemeltetése, egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre, beruházások, felújítások, tartalék, finanszírozási kiadások, és ezek nyomán a tervezett kiadások mindösszesen
301.181.866 forintot tesznek ki, és a pénzügyi tervezés jogszabályi kritériumoknak megfelelve ugye a bevételeink is így alakulnak, tehát a bevételeink, a tervezett bevételeink 301.181.866 forint. Elmondanám kiegészítésként, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta a kérdést, és megkérném elnök asszonyt ismertesse a pénzügyi és ügyrendi bizottság álláspontját. Köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta a önkormányzat 2016 évi pénzügyi tervének első fordulóban történő előterjesztett anyagát. Nagyon alaposan kidolgozott, precíz munkát kapott a bizottság, amely alapján megkönnyítette a bizottság munkáját is. Az önkormányzatnál a tervezett bevételek előirányzata 301.182.000 forint, amelyből finanszírozási műveletek tervezett előirányzata 45.473.000 forint, és a felhalmozási bevételek tervezett előirányzata 15.000.000 forintot tesz ki. A tervezett költségek, kiadások 301.181.866 forintot tesznek ki. A önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél összesen a tervezett létszám a közfoglalkoztatottakkal együtt 50 fő volt. Ezekkel a sarokszámokkal javasolja a pénzügyi és ügyrendi bizottság elfogadásra az önkormányzat 2016 évi első fordulóban tárgyaló tervét elfogadásra. Hát, más észrevétel nem volt. Köszönöm. Kérdés, észrevétel van az elhangzottakkal kapcsolatban. Tessék, képviselő úr. Köszönöm szót. Igaz, hogy jelen pillanatban jogilag az iskola nem az önkormányzatnak a működtetési területe, de azért csak úgy reménykedve szeretném megkérdezni, hogy nincs-e arra esély, amikor a év folyamán nagyon jó az a parkoló a hátsó kapunál, de a tapasztalat azt mutatta, hogy kizárólag száraz vagy fagyos időben lehet használni, mert ha olvad vagy esik az eső, akkor beragadnak a kocsik, hogy valamilyen nagyon egyszerű, de szilárd burkolattal ellátni, hogy tényleg funkcionáljon négy évszakosan, nem csak szárazon és télen. Úgy gondolom, hogy erre lesz lehetőség, képviselőtestület megszavazza, akkor és a KFT-nek milyen egy szabad kapacitása van erre, akkor megoldható ez a kérdés. Köszönöm szépen. Illetve azért, hogyha a képviselő úr végigfutotta a költségvetés, reményeim szerint alaposan végigfutotta, hogyha ilyen kérdéseket tesz föl, akkor látta, hogy egyéb felújítás is van az iskolával kapcsolatban a költségvetésben, csak akkor a teljesség igényével én azt kérem, hogy ezt is ki kellett volna emelni. Tehát nem csak a megvalósítandó feladatokat, hanem már a betervezett feladatokat is. Kérdés, észrevétel van-e még a napirendi ponttal kapcsolatban? Akkor amennyiben nincs, és képviselőtestület elfogadja az önkormányzat 2016 évi pénzügyi tervét első fordulóban, első olvasatra, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökasszonyának tett kiegészítéseivel, kérem készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú szavazás eredménye, és ismét szünetet szeretnék kérni. Folytatnánk 5. napirendi pontunkkal, beszámoló a polgármesteri hivatal 2015. évi munkájáról. A napirendi pont előtt elosztója dr. Boros István címzetes főjegyző úr, átosadom neki a szót. Köszönöm szépen, a kötelező napirendről van szó, minden évben kiküldöm azt a statisztikát, ami jól tükrözi az elvégzett munka mennyiségét, a minőségét pedig az ügyfelek, a polgármester úr, illetve a képviselőtestület hivatott megítélni, illetve hát én is az ügyintéző tekintetében ezt tükrözi a nemrég lezajlott teljesítményértékelés, aminek az eredménye 3 kiváló és 3 jó teljesítmény, azt az enyém nincs benne, mert azt a polgármester úr értékelte külön.
Tehát összességében én a magam részéről elégedett vagyok, de azt nem azt jelenti, hogy hátradülhetünk, hanem továbbra is jó színvonalon, legalább ilyen színvonalon kell dolgozni, azért, hogy tovább erősödjön az én vesző paripám a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása. Hát, ha már kiküldtem, akkor néhány számot szeretnék idézni is a statisztikából. Azt senkit ne téveszem meg, hogy 2015 második fél év van felírva, ugyanis az iktatóprogram göngyölíti, tehát az első fél évet automatikusan hozzáadja a másodikhoz, tehát ez a 2015-ös egész éves adatokat tükrözi. És ugye akkor tudja értelmezni a testület, hogyha az előző évit is beidézzük, nem gondolom, hogy mindenki megőrizte a tavalyit, ezért összehasonlításképpen a tavalyi évben 1383 volt az iktatott ügyiratok száma, illetve a tavaly előttiről beszélünk 2014-ről, 2015-ben pedig 1785. Tehát elég jelentős számú növekedés, ami részletezve szinte kizárólag a pénzügyi és ezen belül is adóügyi ügyiratokat jelez, ugyanis 2014-ben 528, 15-ben pedig már 953 az adó ügyben iktatott ügyiratok száma. Ugye ez ismét csak a telekadó és az azzal kapcsolatos munka és munkára vezethető vissza, aminek ugye a gyümölcsét már ecseteltük, és a jótékony hatásait. Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdésünk. Többet nem igen tudok erről elmondani. Ahogy mondtam, a munkánk minősítése és megítélése az az ügyfelek és a testület dolga, de szívesen fogadom az építő jellegű kritikákat is. Köszönöm szépen. Én az adóügyekhez kapcsolatban, tehát én gratulálni tudok a hivatal dolgozóinak, jegyző úrnak, és bízom benne, hogy az idén is a iparüzési adóval kapcsolatban, amit tudom, hogy nem kötelessége a hivatalnak, de nagyon-nagyon pozitívan értékelik a vállalkozók, hogy időben megkapják, hogy ki mikor, kinek milyen fizetendője van, és bízom benne, hogy a megnövekedett munka ellenére az idén is számíthatunk erre a értesítésekre. Így van, ez már évek óta gyakorlat nálunk, ezt a plusz munkát mindig bevállaljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, egy kérdés észrevétel. Van az elhangzottakkal kapcsolatban? Valamennyiben nincs is? Címzetes főjegyző beszámolóját a polgármesteri hivatal 2015. évi munkájáról. Elfogadja a képviselőtestület kérem készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú a szavazás eredménye. Hatodik napirendi pontként javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A napi rendi pont előterjesztője szintén címzetes főjegyzőre, visszaadnám neki a szót. Köszönöm szépen, rövid leszek. Én az írásos előterjesztést nem tartom szükségesnek kiegészíteni, annál is inkább, mert a pénzügyi bizottság is tárgyalta, úgyhogy az elnök azt, hogy kérem, hogy ismertesse a véleményeket. Köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta az államháztartáson kívüli forrás átadás átvételről szóló önkormányzati rendelet tervezetét. Az előterjesztett formába javasolja elfogadni a képviselőtestületnek a rendelet tervezetet. Köszönöm szépen, amennyiben egyéb kérdés észrevétel nincs, és a javaslatot az előterjesztett formában elfogadjuk, kérném készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, ismét egyhangú a szavazás eredménye. Hetedik napirendi pontként javaslat a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára. A napirendi pont előterjesztője szintén címzetes főjegyző, ismét visszaadnám neki a szót. Köszönöm szépen, hát ez már egy kicsit hosszabb lesz. Remélem, hogy értelmezhetőek voltak azok a
rajzok, illetve térképszelvények, amit kiküldtem helyjel közzel, de hát megbeszéljük és elmagyarázom, ami nem értelmezhető. Ugye a gazdasági és ipari területről van szó, a Nagycsés felé jobb oldalt eső terület, ami ugye, akár milyen napirendnél vagyok, mindig a telekadóhoz jutok vissza, mint eredendő okra, aminek a bevezetése megváltoztatta itt a tulajdonviszonyokat, és ezzel kapcsolatban új fejlesztések is megvalósulnak, amihez szintén szükséges a rendezési terv módosítása, hiszen az a vállalkozó, aki felvásárolt itt területeket, ezeket a jövőben nem szeretné parlagon hagyni, hanem elég nagy volumenű fejlesztéseket, üzemcsarnokokat szeretne. És első körben, hogy már a meglévők is fejlődni tudjanak, a második rajzot, hogyha előveszitek, ahol egy vastag vonal, szabályozási vonalként 12 méteres széles utat ír elő a 950/2-es telephely és a 949-es telephely megközelítése érdekében. Ugye ez kötelező, ráadásul az út szélessége is kötelező, a gazdasági, ipari terület, az övezeti besorolása, itt kamionokra is gondolni kell, hogy azok kényelmesen, biztonságosan tudjanak közlekedni. Ezért ez az út megrajzolva már régen megvan, de gyakorlatban semmi funkciója nincs, mert a 949-es telephely megközelíthető a 35-ösről, tehát onnan van a bejárás. A 950/2-es, ez az asztalos műhely, gyakorlatilag ez utólag lett kialakítva, és ez indokolta ezt az útnak a berajzolását. Ő viszont a 950/1-esen keresztül az ottani tulajdonos beleegyezésével és jóváhagyásával jut el a telephelyére. Tehát azt a keskeny utat, ami a vastag vonal fölött van, ami gyakorlatilag 2 méter szélességű, azt sem használja senki. Most az utat konzultálva hozzáértőkkel, a tervezővel és az érintett tulajdonosokkal úgy lehetne megszüntetni, illetve hát ezt a szabályozási vonalat eltörölni, legalábbis a 2/3-át, és nem tartana csak a 950/2-esig, hogyha az önkormányzat, a 952-es útnak a folytatása ez, ugye amiben bejön a 35-ösről az zöldségessel szemben, hogyha az önkormányzat kivonná a törzsvagyon köréből, és megvételre felajánlaná a 950/2-es, illetve a 949-es helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosának. Ennek jogi akadálya nincs, és már a munkatervbe is felvett a vagyonrendelet módosítását, ugyanis ez szükséges hozzá. Ami megelőző eljárás az a térképszerűen fölmérési munka és a változási vázlat elkészítése, erre már a megbízást megadtuk. A tulajdonosokkal tárgyaltunk, ők, hogyha elkészülnek a munkarészek, akkor 100-100 000 forintért megvásárolják, és hozzá csatolják a saját ingatlanokhoz azt a kis részt, ezzel megszűnik az akadálya annak, hogy a telephelyüket bővítsék, illetve hát konkrétan ide is egy üzemcsarnokot a Viszt Kft. Már tervezett, amit csak azért nem kapott építési engedélyt, mert ott van ez a vonal. De szóljatok, hogyha valami nem érthető, hogyha igen, akkor haladunk. Igen? Eddig úgy nagyjából értettem, csak ami a 950/2-es ingatlan előtt levő út, az megmarad útnak? Odáig megmarad útnak, ugye? A határáig, 950/2-es határáig, hiszen az továbbra is nem közelíthető meg máshonnan, csak onnan, papíron. Gyakorlatilag azt nem tudjuk megoldani, hogy az ne legyen. Az a szabályozási vonal ott lesz, hogy az út meg fog-e épülni, a felől kétségeim vannak. Egyébként. De minden esetre ez a szabályozási vonal nem fog bezavarni továbbiakban senkinek, ezt a érintett vállalkozókkal is egyeztettük, nem csak a tervezővel.
Tehát azért mondtam, hogy a kétharmada szűnik meg, ami kereszte, ami metzi a telkeket, a 950/2-est és 949-est, az szűnik meg, mert hogy hozzá vásárolják az ingatlanukhoz a vékony vonalat, ami önkormányzati tulajdon, a 952-es útnak a része. Így szüntethető meg, így akkor okafogyottá válik a vastag vonal is. Tehát ez az egyik rajz. És ez nem feltétlenül, hogy a telephely bővítés lenne, tehát emiatt nem tudta megtenni a vállalkozó nyelvét. Csarnok építve, és ahhoz kellett, értem. Igen, pontosan erről van szó. Következő rajz. Egyrészt a jelenleg még gippes besorolású 034, 18, 19 és 17-es ingatlan tulajdonosa nem tervez gazdasági beruházást, gyakorlatilag eddig is mezőgazdasági vállalkozást folytatott, itt diófákkal vannak beültetve a 034, 18-as például. Summa summarum szeretné, hogyha kikerülne a gippes besorolásból ez a három telek, és mezőgazdasági üzemterület besorolást kapna. Ugye ő itt egyedüli tulajdonos, szerintem méltányolnunk kell a kérését, hát akarata ellenére senki ingatlanját ne kényszerítsük olyan övezeti besorolásba, amit ő maga nem szeretne. Viszont, ahogy már régebben is beszéltem róla, és a megosztás már megtörtént, itt egy új ingatlan jött létre, a 034-17-es, amit zöldel, nem tudom, színesben van-e másolva, jeleztem, ez maradna gippes terület, és megvenni az önkormányzat, ahogy a határozati javaslatban is szerepel, 2 millió forintért. Itt kettő telephely is kialakítható lesz a terület nagyságából kifolyólag, ugyanis az a vonal, ami most a 956-osnál megáll, az reményeink szerint tovább fog folytatódni, ehhez még banki hozzájárulás szükséges a tulajdonosnak, ugyanis kölcsönből vette meg itt a telephelyeket, és a banknak jelzálog joga van, de elidegenítési és terhelési jogot nem jegyzett be rá, tehát nincs kizárva, sőt elég biztató ígéreteket is kapott a tulajdonos arra vonatkozóan, hogy a 956-osból elad annyi területet, amennyit kiegyenesíti ez a vonal. Érthető? Tehát a 956-os fölött megáll az a fekete vonal, az tovább folytatódik az útig, és még azt a részt megvesszük, ha ez realizálódik, banki hozzájárulás és a munkarészek földmérés változási vázolás elkészítése után, összevonjuk a kettőt a 034-17-essel, akkor ott egy nagy derékszögű háromszög lesz, és abból kialakítunk megosztás után még két telephelyet. Ez így lehet, hogy egyszerre egy kicsit sok, de szerintem érthető. Tehát a 956-os... A négyzetből lesz egy téglalap. Hát itt így, ez így tovább megy. Igen, tovább igen, 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 levágjuk, és akkor abból körülbelül egy téglalap lesz belőle, most majdnem négyzet, akkor lesz egy téglalap, ez meg egy ilyen... Derékszög. Háromszög, amiből két telephely kialakítható. Ez ugye önkormányzati tulajdon lesz, ebből tudunk eladni majd megfelelő vállalkozási igény esetén. Ez gyakorlatilag a 946-os az a KFT telephelye, tehát szembe van a mi telephelyünkkel, úgyhogy már a kialakítás is nagyon kedvező az önkormányzatra nézve. Tehát ami a rajzokat illeti, hát szerettük volna még a vasútúti, már ugyan a belterületi határvonalon belül levő ingatlanokat MK mezőgazdasági kertes övezeti besorolásból LFS falusias lakóterületi övezeti besorolásba átsorolni, de miután a tervező is megkapta ezt a rajzot és utána nézett a jogszabályi lehetőségeknek, kiderült, hogy a vasút miatt 50 méteres védőtávolságot kell megtartani, így már a beépítési százalék nem teszi lehetővé, hogy ez
falusias lakóterületű, illetve hát 30%-os beépítési arányjal rendelkező övezeti besorolást kapjon. Így az ötödik pontot azt javaslom elhagyni az előterjesztésből. A vasútúti zárt kertek 501/13-tól 501/1 helyrajzi számig MK-ból LF1-es övezeti besorolást. Maradnak MK-sok, mezőgazdasági kertes terület, ennek sajnos csak a 3%-a a beépíthető. De egyébként, hát ugye ezek elég nagy 1000 négyzetméteres telkek, úgyhogy egy gazdasági épület minden további nélkül felhúzható oda, hogy egy üdülő. Na, tehát ezek lennének röviden, illetve hát egy hosszan, nem tudom kinek mi a rövid és mi a hosszú, és akkor ugye hát a tervezési munkákkal a provincia Kft-t bíznák meg, és akkor az ezzel kapcsolatos határozati javaslatokat kiküldtem, úgyhogy azokról kérnék szavazást. Polgármester úr, megkérlek, hogy akkor tedd fel. Ja, biztosan érthető volt minden, de egyébként tessék képviselő asszony. Lenne egy kérdésem, hogy a 034/17-est azt megvásárolja az önkormányzat, és a 956-osból elvett részt az a major, az ki? Mit elveszünk, azt nem kell megvenni? Nem elveszünk, azt is megvásároljuk. Ja, azt, csak azt nem találtam az előterjesztésben. Hát azért nem látod, mert még nincs megosztva. Ja, értem. Mondtam, hogy banki hozzájárulás az előfeltétele, hogy egyáltalán a változási vázrajzot elkészítsük. Akkor fogom előterjeszteni, hogyha a bank rábólintott, hogy a 956-os az olyan 7200 négyzetméter, a tulajdonos azt mondta, és úgy csináltuk a rajzot, hogy neki 5000-re van szüksége. Tehát a 956-osból marad 5000, és a többi hozzácsapjuk majd a miénkhez, de ezen a hídon akkor megyünk át, hogyha odaértünk. Köszönöm csak az elnöm, hogy... Akkor amennyiben témával kapcsolatban nincs több kérdés észrevétel, akkor a határozati javaslatok a témával kapcsolatban, tehát első egy szavazást kérnénk, vagy kérnék arról, hogy a 034/17-es erőszámú ingatlan megvásárolja az önkormányzat. Köszönöm szépen egy hangul szavazás eredménye. Illetve a napirendi pont hátra lévő részeiről még egy szavazást, tehát amennyiben a címzetes főjegyző által előterjesztett formában elfogadja a képviselőtestület, kivéve ugye a vasútúti telkeknek az átsorolását, hiszen így nem nincsen értelme ennek a dolognak a jogszabályi előírások miatt, tehát amennyiben elfogadjuk ezt a részét az előterjesztésnek, kérnünk készfelelően és a szavazunk. Köszönöm szépen, egyhangú szavazás eredménye. És akkor folytatnánk a következő napirendi ponttal. Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére. A napirendi pont előterjesztője. Én leszek, mindenki megkapta nyomtatva az anyagot, ez jogszabályi kötelezettségem, hogy ugye a képviselőtestület elé tárjam, hogyan használom fel a törvény adta szabadságomat. Az előző évben nem használtam fel a 41 napból 6 napot, és azt ez évben március hónap végéig meg kell tegyen, tehát az a 6 nap be van építve ide az első 3 hónapba, a többi pedig a törvénynek megfelelően azokat a napokat alapul véve, mert beírva hónapokra lebontva. Elméletileg, ha nem számoltam el, nem majd képviselő ezt mindjárt meg mondja. Kérdés észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Azt hiszem, hogy olyan sok kérdés nem lehet, ez jogszabályi kötelezettségem, én ezt megtettem. Amennyiben a szabadságütemtervemet tudomásul vesz, illetve elfogadja a képviselőtestület, kérnem készfelemeléssel szavazzon róla. Köszönöm szépen,
5 igen és egy tartózkodás. Következő napirendi pontként következik javaslat a TAPTAKÖZ Hernád Műhely fejlesztéséért Nonprofit Kft. Által ajánlott keretszerződés megtárgyalására, az ideiglenes bizottság véleményének ismertetése. Én a napirendi pont előterjesztésére fel is kérném Bal Tamás alpolgármester volt az ideiglenes bizottság elnökét. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tulajdonképpen az ideiglenes bizottság inkább munkacsoportként működő bizottságnak nevezném, mert olyan jogkörökkel nem akartuk felruházni magunkat, ami mint bizottsági jogkör lenne, mert nem is volt rá szükség. A testülettől kapott megbízás alapján felvettem a kapcsolatot a ügyvezető igazgatóasszonnyal, és elhívtam a munkacsoportnak a megbeszélésére. El is fogadta a meghívást, tegnap került sor erre a megbeszélésre. Ő hozta magával a Kft.-nek a jogi képviselőjét, egy ügyvéd urat. Nem volt ugyan a meghívottak között, de nem láttuk annak akadályát, hogy ő részt vegyen a tanácskozáson, elősegítve azzal, hogy a föltett kérdéseinkre megfelelő válaszokat kaphassunk. A kérdéseket én nem ismételném már, mert az előző testületülésen ezeket megbeszéltük. Én összefoglalóan annyit tudnék mondani, hogy a föltett kérdéseinkre megkaptuk a megfelelő válaszokat. A fontos az volt benne, hogy az a szerződés, amit aláírásra kínáltak nekünk, az egy keretszerződés, és a keretszerződés megkötése után a konkrét megnyert projektekre még külön-külön szerződéseket kell majd kötnünk, hogyha ezt a keretszerződést megkötöttük. Hogyha a keretszerződést nem kötjük meg, akkor is megkereshetjük mi ezt a non-profit Kft.-t, hogy a pályázati munkákba segítsen, csak akkor a teljes pályázati anyagunkat nem tudják áttekinteni, ezért ők inkább azt szerették volna, hogyha teljes egészében a pályázati munkákat le tudják fedni, és tudják segíteni. A keretszerződésnek bizonyos pontjaiban ők úgy gondolták, hogy ők semmilyen aggályos dolgot nem látnak. Azt mondták, hogy több település is aláírta. Nem tudtuk meg pontosan, hogy hány önkormányzat csatlakozott már ehhez a keretszerződéshez. Viszont a bizottságnak az a véleménye, hogy a számunkra aggályos pontokat megváltoztatva küldjünk a Nonprofit Kft.-nek egy írásos szerződéstervezetet, hogy a mi általunk javasolt pontok is bekerüljenek, illetve a számunkra aggályosnak vélt pontok a szerződésből kikerüljenek, hogy mind a két fél számára előnyös szerződést tudjunk megkötni. Úgyhogy én nem javasolnám, hogy most szavazzunk róla, hanem címzetes főjegyzőt kérném meg, hogy tekintse át még egyszer ezt a keretszerződést, és akár a munkacsoporttal együtt vegyük ki azokat a pontokat, amiket nem tartunk számunkra megfelelőnek, vagy kicsit aggályosnak tartunk, és küldjük el a számunkra elfogadhatónak ítélt szerződést, tervezetet a Nonprofit Kft.-nek, hogy most ők mondjanak róla véleményt. Hát szerintem át kell tekinteni azt, hogy mi az, amit mi bele szeretnénk tenni, vagy ki szeretnénk venni a szerződésből. Szavaznunk kell róla, hiszen hogyha mi elküldjük az általunk elfogadott formát, és visszajön az, hogy esetleg az aláírható a részükről, és akkor nekünk megint szavazni kell, tehát ez nem célszerű szerintem. Meg hát, hogyha már megszólítva lettem, én nem látom olyan komoly munkát a szerződés átdolgozásában, ami megkívánna azt, hogy elhalasszuk a döntést, hiszen miről van szó, alpolgármester úr nem konkrétizálta ezeket az aggályos dolgokat, de én akkor elmondom, hogy elhangozzon konkrétan.
Tehát a keretszerződés egy olyan kizárólagosságot biztosítaná ennek a non-profit KFT-nek, ami lehetetlenné tenni az önkormányzat számára, hogy mást bízzon meg a 2020-ig terjedő időszakban a topos pályázatok gondozásával. Tehát csak és kizárólag ők lennének erre jogosultak, és ezt a kizárólagosságot találta a munkacsoport is aggályosnak. Ez a szerződés 5. pontjának első francia bekezdésében található, és hogyha ezt kiemeljük, és így szólna ez a bekezdés, tehát 5. pont megbízó kötelezettsége és alapvető joga a megbízottal közös tevékenység során, megbízó jelenszerződés hatálya alatt jelenszerződés tárgyát képező feladatok ellátására 1-1 és 3 pontokban részletezetten jogosult harmadik személlyel, gazdasági szereplővel is szóban vagy írásban megállapodást kötni. Tehát így hangzan el a módosítás, tehát kikerülne az, hogy kizárólag a megbízott kifejezett írásbeli hozzájárulásával, ugyanis a szakmai tanácsadó testület élt a gyanúperrel, hogy nem járulnának hozzá sem szóban, sem írásban, mivel hogy az ő érdekük teljesen mást kíván. Ugyanez egy kicsit ez a megfogalmazás lebegtetik, hogy nincs teljesen kizárva, ha hozzájárulunk, akkor oké, viszont mi kérhetnénk, de nem kapnánk meg, legalábbis ezt vélelmezzük. Ha pedig igen, akkor részükről semmi akadálya, hogy ez a szakasz kikerüljön ebből. Ez a lényege, illetve hát ugye ennek az 5. pontnak van következménye a szerződésszegés taglalásánál, ugyanis visszautal erre a pontra a 9. szerződés megszűnése 3-as alpontja. A súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, és akkor ez az első bekezdés kikerülne az általunk készített tervező vagy tervezetből, tehát hogyha mással szerződnénk, és ugye itt egy 500 ezer forintos szankciós jellegű kötbérfizetés is, tehát ezt egy az egybe kihúznánk, és akkor úgy nézne ki ez a rész, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül különösen megbízó részéről, ha a megbízási díjat az előírt határidővel felszólítás ellenére fizeti meg, és még az alatta levő két bekezdés. Más módosítani szükséges részt én a magam részéről nem javaslok, ugyan elhangzott testület részéről és a munkacsoport részéről is a 120 napos felmondási idő, de ebbe egyet kell, hogy értsek a KFT-nek a jogászával, hogy egy ilyen hosszú tartalmú szerződésnél, hiszen 2020-ról van szó, ez szokványos felmondási idő tartalmaz, úgyhogy annak nem látom jelentőségét. Hát illetve itt szó volt még, hogy másik képviselőtestületre testálunk kötelezettséget, hiszen 2020-ig szól, de ez is okafogyottá válik, ez az aggály, hogyha kizárólagosság kikerül a szerződésből. Úgyhogy én javaslom az elhangzottak szerint elfogadni, illetve elküldeni a KFT-nek a módosított tervezetet. Kérdés, észrevétel van az elhangzottakkal kapcsolatban? Akkor amennyiben nincs, és a keretszerződést címzetes főjegyzőből által tett megjegyzésekkel, illetve változtatásokkal elfogadjuk, én nem kész felemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egy hangú a szavazás eredménye. A pályázat elkészítés szempontjából a megbízásra ugye nem csak ez az egyetlen lehetőségünk, hiszen a mai nap folyamán érkezett a megyei közgyűlés elnökétől egy megkeresés e-mailen, amelyben szándéknyilatkozat
aláírására kér bennünket, amennyiben velük szeretnénk a hátralévő időszakban a topos pályázatainkat menedzseltetni. A szándéknyilatkozat az így szól, tehát aluljött polgármester, mint X város önkormányzat törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban a 272-ben 2014-11. hó 5-i kormányrendelet 5. számú mellékletében foglalt tevékenységek ellátását a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzati hivatal közreműködésével kívánom megvalósítani. Tehát ez tulajdonképpen a projekt menedzsmentet takarja, a topos pályázatok beadása során, illetve hát egyfajta pályázati tanácsadást is magában foglal. Kérdés, észrevétel van ezzel kapcsolatban? Tessék, alpolgármester úr! Azt akarná, hogy amit a Hernád völgye fejlesztését non-profit Kft. Tevékenységként kínált nekünk, ugyanazt a tevékenységet kínálja a megyei önkormányzat? Igen. Az gyűlés? Csak picit másabb formában. Igen, tehát itt gyakorlatilag itt szerződést, keretszerződésre nem kínál, csak eleve föl kínálja, hogy ezt megcsinálja. Egyelőre szándéknyilatkozatról van szó, ami semmi kötelezettséggel nem bír, csak nyilván az megyei önkormányzatnak fel kell mérnie, hogy milyen apparátusra lesz szüksége ahhoz, hogy ezeket a pályázatokat gondozni tudja, hány önkormányzata lesz idézőjelbe. Mert ugye a 272/2014-es kormányrendelet előírja, hogy a pályázatok projektmenedzsmenti feladatait csak non-profit, 100%-os önkormányzati tulajdonban levő non-profit Kft. Vagy önkormányzati költségvetési szerv végezheti. És ugye nyilvánvaló, hogy a megyei önkormányzat hivatala az önkormányzati költségvetési szerv, így minden további nélkül ezt a tevékenységet végezhetik. Tehát a címzetes főjegyző mondta, ez a szándéknyilatkozatot mi elfogadjuk, illetve aláírjuk. Ez nem köteleznék bennünket semmire, ez egy igényfelmérés. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs és a szándéknyilatkozatot ebben a formában elfogadjuk, illetve aláírjuk, kérem kész felemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú a szavazás eredménye. És most 10. napi rendi pontként következne indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések. Nem tudom, hogy neked van. Itt. Egy határozat módosítását kérem a testülettől. 2/2016 első 11-es ülésünkön döntött a testület a Rimsky féle porta megvásárlásáról. Időközben sajnálatos módon az egyik tulajdonos elhunyt, a Rimsky Gyula, akinek hát a sors iróniája holtig tartó haszonélvezeti jogot kínáltunk. A egyedüli örökös az a testvére, Rimsky Béla, aki a hagyatéki eljárás lefolytatása után, amikor nevére kerül az egynegyed rész, ugyanazon a vételáron, ahogy megalkottunk, hajlandó eladni az ingatlant, tehát akkor úgy módosítanánk a határozatot, hogy a Rimsky Béla 1-2 tulajdoni hányadában levő ingatlan részt 600.000 forintért az önkormányzat megvásárolja. Kérdés viszont van ezzel kapcsolatban? Akkor amennyiben nincs is a határozati javaslati módon történő változtatása, ha a határozati javaslatot elfogadjuk, kérni készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú szavazás eredménye. Van-e, vagy még van még? Neked van. Ja, igaz. De
Én azt hiszem, hogy a ország összes önkormányzata megkapta ezt a határozati javaslatot, illetve a határozati javaslatra való felkérést, melynek tárgya a kötelező betelepítési kvóta elutasítása. Mi ugye látjuk a bevándorlási helyzetet, meg Európában is hogyan zajlanak ezek a folyamatok, és azt kérjük tőlünk, hogy egy ilyen szöveggel hozzunk meg egy határozatot a kötelező betelepítési kvóta elutasítására. Sajó-Szeged község önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, a kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, a kvóta veszélyezteti a kultúránkat és mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát. Védje meg Magyarországot és a magyar embereket. Tehát az Európában zajló mostani folyamatok tükrében szerintem nem kérdés, bár mindenkinek ugye a lelkiismeretére van bízva, hogy támogatja a betelepítési kvótát, vagy ellene szavaz. Kérdés, észrevétel van ezzel kapcsolatban? Tessék, képviselő? Hát mindannyian láthattuk az elmúlt fél év folyamán, milyen tudatmódosító változáson ment keresztül a tőlünk nyugatabbra lévő országok közvéleménye és a országok vezetése, és azt hiszem, hogy ez a felvetés, ez Magyarországon okulva már a német, a skandináv, osztrák tapasztalatokból, hisz ezek az országok még erősen ostoroztak minket fél év ezelőtt a kerítésépítés miatt, ma pedig ők is ugyanezt végrehajtják egy kis fáziskéséssel. Ezért úgy gondolom, hogy okulva az ő tapasztalataikból is, az ő pálfordulásukból mindenképpen ez pártszimpátiától függetlenül egy felvállalható intézkedés és támogatás a magyar kormány irányába. Én személyesen ezen a véleménye vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Akkor amennyiben nincs, és az általam felolvasott határozati javaslatot ebben a formában elfogadjuk, kérem kész felemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú a szavazás eredménye. Az egyebekben van-e még valakinek a képviselők közül indítvány előterjeszteni valójuk? Tessék, képviselő asszony? Nekem lenne egy olyan lakossági igény, merült fel, hogy a 35-ös, tehát a Zászlópark autóbusz megálló, tehát ami a Borostyán étterem oldalában van, ott a elágazásnál kidöntöttek egy oszlopot, vagy kidőlt. Az oszlopot visszaállították, csak a világítótestet nem helyezte vissza a émász, vagy nem tudom ki. Tehát ott megvan a része, ahol vissza kellene, és ezt kérik az ott lakók, hogy annak a... Ezzel kapcsolatban megkeressük az émászt, bármilyen nem tudom milyen határidőben intézkednek, de ezt megtesszük, tehát megkeressük őket írásban, hogy helyezzék vissza, hiszen azelőtt is ott volt a világítótest. Igen, meg azt kérték még, hogy több helyen nem ég a világítás, ez például az István út és a Bemúd sarkán sem. Tehát a közvilágításnak a karbantartása még továbbra is úgy működik, hogy be kell jelenteni a hivatalnak, és a hivatal értesíti. Tehát nem a lakosságnak a feladata az, hogy betelefonáljon, hanem a hivatal felé kell jelezni. A hivatal felé kell ezt jelezni, mi ezt továbbítjuk, és nekik 24 órán belül kötelező valamit erre reagálni. Általában 24 órán belül meg is szokták javítani, de hogyha nem, akkor jelzik írásban, hogy mikor kerül megjavításra a hiba. Köszönöm szépen. Egyéb? Van-e még? Van, és nekem csak egy bejelentés, újra nyit a sajószegedi őstermelői piac hónap utolsó szombatján vásár. Akkor amennyiben nincs, köszönöm szépen a mai megjelenést és a munkát.
és várom önöket a következő testületi ülésen. Viszontlátásra!